Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a képviselőtestületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a képviselőtestület ülésén 10 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitom. Lánc Attila képviselő úr még tavaly jelezte, hogy a héten nincs, igen. A napirend elfogadása előtt szeretném felhívni minden képviselőtársunk és vendégünk figyelmét, hogy a Pécsi Egyetemtől megkaptuk Irányi Dánielnek a ott lévő képének a másolatát, és így föltettük úgy gondolom, hogy a megfelelő helyre, hiszen az Irányi Dániel díszteremben vagyunk, illetve felhívnám a figyelmeteket a folyosón kihelyezett táblákra, ahol a rendszerváltás óta megválasztott képviselőtestületek vannak fent, kerültek fel a falra, illetve a kitüntetettek, díszpolgárok, Békésvárosért és a többiek, akik úgy gondolom, hogy méltó helyre kerültek itt a Városháza emeletén. És érdemes is megnézni, hogy milyen sokan vannak azok, akik azért Békésért már nagyon sokat tettek, dolgoztak és elismerést is kaptak ezért. A napirend elfogadása következik. Részemről nincs módosító javaslat, ezért kérem, hogy a meghívóban kiküldöttek szerint szavazzunk meg a napirendet. Kérem, szavazzunk. Lánc Attila képviselő úrnak lehetek szívesen kikapcsolni. Köszönöm, 10 igennel elfogadásra kerül. Első napirendi pontunk, a tájékoztató a képviselőtestület két ülése között történt fontosabb eseményekről, értekezletekről. Ezzel kapcsolatban kérdeznek képviselőtársak benneteket. Mucsi András képviselő úr. Tisztelt képviselőtestület, minden bizonnyal tudtok róla, de megragadom a lehetőséget ezúton is, hogy szeretettel gratuláljak Takács István és Zsuzsa néninek, aki egy rendkívül aktív polgár a városunknak. Nagyon hálásak vagyunk Zsuzsa néni a munkájáért, és a Békés Vármegyei Önkormányzat 2023-ban nemzetiségi díjjal ismert el a munkáját, amit mi német nemzetiségi, felvállalt német nemzetiségi a városi, illetve a megyei német közösségért tett. Úgyhogy nem tudtam ott lenni ezen a díjátadón betegség miatt, de hálásan megköszönöm a munkáját, amit végzett a városunkért. Úgyhogy ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy nagyon örülök annak, hogy a Városháza folyosóján el lettek helyezve az elismerések, meg hát a képviselőtestület tagjai. Én azt mondom, hogy mindenképpen szükség lenne arra, hogy összegyűjtsük ezeknek az embereknek a visszaemlékezéseit, az életrajzát, egy olyan digitális adattárat szeretnék létrehozni, amiben meg tudjuk találni azt, hogy ezek az emberek mit tettek, akik még élnek, írják le a visszaemlékezésüket, például, hogy mi volt egy első képviselőtestületi ciklusban, vagy azok a díszpolgárok, akik még közöttünk vannak, azok tényleg autentikusan, ahogy ők megélték, azokat szedjék össze, írják le. Igazából az a jó a digitális felületeknél, hogy ott sok mindent ki lehet rakni, képeket, stb. Nyilván a nyomtatás az igazi, de hát azt tudjuk, hogy egy elég költséges. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ez elkészült, ez a kis emlékhely. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy látom, nincs több hozzászóló. Kérem, fogadjuk el a tájékoztatót. Tíz igennel elfogadásra került. A második napirendi pont tájékoztató az előző testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról. Ezzel kapcsolatban kérdeznek benneteket. Nincs észrevétel, akkor kérem, fogadjuk el. Tíz igennel elfogadásra került. Harmadik napirendi pont tájékoztató a fontosabb jogszabályi változásokról. Úgy látom, itt sincs hozzászólás. Szavazzunk. Tíz igennel elfogadásra került. Negyedik napirendi pont Békésváros önkormányzata képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása. Mind a három bizottságunk tárgyalta, és elfogadásra javasolják a rendelet tervezetet. Földesi képviselő úrnak adom meg a szót.
Igen. Én kérek elnézést. Rég voltam itt. Hogy én ezt láttam ott, de ez biztos mondom, csak egy tévedés, de nem, én azért. Meg fogjuk nézni, jó? Mert... Jó, tehát a hármas számú mellékletben ugye a 17-es ott van, hogy az önként vállalt feladatok, és ott nincs felsorolva az a 17, ami átkerült elméletileg, az összes többnél pedig igen. Vagy jelezve lett. Kollégák, egy kis segítséget. Mindenképpen... Jó. Megvizsgáljuk és javítjuk a hármas számú mellékletet, és azt szerint javítjuk majd azt a mellékletet is. Elég sokat kellett kommunikálni a kormányhivatallal oda-vissza, hogy mi az, ami önként, mi az, ami kötelező feladatként szerepeltetnünk kell. Jó. Megnézzük, és ha tényleg úgy van, akkor javítjuk. Ezzel a kiegészítéssel együtt kérem, fogadjuk el az előterjesztést. Oké. Tíz igennel elfogadásra került. Ötödik napirendi pont a Mégkési Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata. Előterjesztést tárgyalta a Humán Szociális Bizottság és az Ügyrendi Lakásügyi Közvetvédelmi Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozatot. A nemzetiségek jogairól szóló törvény előírja az együttműködés jogi kereteit. Felülvizsgáltuk az előző évi megállapodást, mely megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, így javasoljuk annak változatlan formában való fenntartását. Ezzel kapcsolatban nem tudom, van-e kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy kérem, szavazzunk. Tíz igennel elfogadásra került. Hatodik napirendi pont, tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi működéséről. Az előterjesztést tárgyalta a Humán és Szociális Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Köszöntöm az ülésen Takács Istvánnét, a német, és Feledi Jánost, a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnökét. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek és itt vagytok. És megadom a szót Mucsi András elnök úrnak. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt nemzetiségi önkormányzatok! Először is szeretném megköszönni azt a munkát, amit önök végeznek a városért és az önök által képviselt nemzetiségekért. Ebben az évben nemzetiségi önkormányzati választás is van, és nagyon számítunk arra, hogy ismét meg fognak alakulni az önkormányzatok. A napokban jelent meg a Nemzeti Választási Irodának a honlapján a 2022. évi népszámlálás alapján, hogy mely településeken lehet tartani nemzetiségi választást. Az a szabály, hogy ahol legalább 20 egy adott nemzetiséghez tartozónak minősítették magukat, vagy úgy nyilatkoztak, hogy oda tartoznak, ott lehet tartani nemzetiségi önkormányzati választást. A mi településünkön ez a 4 nemzetiség továbbra is jogosult arra, hogy jelölteket állítson és képviselőtestületet megválasszon. Én azt gondolom, hogy ez jó, mert ezek a képviselők, ezek az önkormányzatok közösségeket építenek. Nagyon örülünk annak, hogy például egy Jantyik utcai elárvult óvodának ismét van gazdája, és nagyon szépen rendbe tartják, és egy nagyon komoly közösségi élet folyik. Örülünk annak, hogy például a románok gondoskodnak arról, hogy ugye anyagi lehetőségek vannak nem csak a Román Ortodox Egyházon keresztül, hanem a nemzetiségi önkormányzaton keresztül, például a temetőt rendbe tartják, ahol nagyon jelentős alakjai nyugszanak a városunk történetének. Kevesen tudják, hogy például a románság soraiból még városi előjáró is volt. Ha jól emlékszem, Békésváros egyik bírája, vagyis ugye akkoriban polgármesternek hívták is, ő maga is a román nemzetiséghez tartozott. Békés mindig egy toleráns és befogadó város volt, és ezt mutatja, hogy ezek a nemzetiségi önkormányzatok működhetnek.
Annak is örülünk, hogy a nemzetiségi önkormányzatokon keresztül plusz pénzek jönnek a városba, és azzal, hogy ők programokat szerveznek, ezekkel a pénzeszközökkel tudják építeni a közösségüket. Én elolvastam az összes beszámolót, rendkívül elégedett vagyok azzal a munkával, amit végeztek, és nagyon számítunk önökre június 9-e után is a következő 5 évre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr, de Ernyi Domonkos Julianna tanácsnokasszony. Köszönöm szépen, polgármester úr. Én is szeretettel köszöntöm a megjelent képviselőket, illetve bizottsági tagként volt lehetőségünk Kovács Gusztáv úrhoz is kérdést föltenni, amennyiben az anyaghoz kapcsolódóan felmerült bármi kérdés. Nagyon nagy érdeklődéssel olvastam a 4 beszámolót, és ahogy Mucsi képviselőtársam szokta mondani, nagyon informatív 4 beszámolóról beszélhetünk most. Egyenként kiemelgettem azokat a fontos elemeket, amelyekről vagy nem tudtam, hiszen azért figyelemmel kísérem mind a 4 önkormányzat munkáját, és eléggé ismerem, úgy gondolom, a tevékenységüket. De vannak fontos elemek, amelyek megragadták a figyelmemet. Azon túlmenően, hogy mindegyik önkormányzatról elmondható, hogy nagyon aktív, úgy az országos, mint a vármegyei tevékenységbe is bekapcsolódnak, nagyon-nagyon komoly szabadidős tevékenységet is folytatnak, kirándulásokat szerveznek, összejöveteleket, vacsorákat rendeznek, emlékesteket, de a város rendezvényein is nagyon aktívan részt vesznek, és ezt tényleg nagyon nagy örömmel és büszkén mondhatjuk el, hogy számíthatunk rájuk. Én pedagógusként külön örülök annak, hogy Békésváros Nevelési Oktatási Intézményeivel nagyon-nagyon szoros együttműködésben tevékenykednek, és mindegyik beszámolóban olvashattunk olyan rendezvényekről, programokról, felhívásokról, versenyekről, pályázatokról, amelyekben arról adtak számot, hogy igenis fontos a hagyományok őrzése, a hagyományok ápolása és a fiatal korosztály számára ezt átadni. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem azt a tevékenységet, amit a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat, illetve kiemelném talán egy picit még a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatot, hiszen pedagógusként, iskolavezetőként velük volt szoros kapcsolatom, de úgy gondolom, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is mindent megtett annak érdekében, hogy akár a felzárkóztatásban, akár az együttműködésben nagyon jeles munkát végezhessünk. Legkevésbé ismertem a Békési Román Nemzetiségi Önkormányzatot, és éppen ezért őket is nagyon-nagyon nagy örömmel és nagy figyelemmel követem ezután. Azt, hogy különféle díjakat is átadtak az elmúlt esztendőben, akár gondolhatok a Békési Cigányságért díj átadásra, amelyet ugye Ásós Géza, a Kira vendéglő tulajdonosa kapta az idén, illetve említette képviselőtársam, nagyon kedves volt kolléganőmnek, Zsuzsanének az elismerését, illetve más egyéb elismerésekről is szót ejtettek a beszámolóba. Ezeket nagyon-nagyon nagy örömmel olvastam, és remélem, hogy a következő esztendőben is lesznek hasonló elismerések. Én a magam nevében is nagyon sok sikert kívánok a jövőben is. Kérem azt, hogy ezeket a programokat továbbra is ápoljátok, szervezzétek a többi civil szervezettel. Itt gondolhatok akár a Ne Felejts Egyesületre, vagy a Kisgazdákra, akikkel ebben az elmúlt esztendőben is nagyon szoros és jó együttműködésben tevékenykedtetek. Gratulálok, és jó egészséget kívánok a jövő esztendőre, illetve erre az esztendőre, a 2024-es esztendőre is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Julika! Én is csatlakoznék képviselőtársaimhoz, és azt gondolom, hogy ezekkel a közösségekkel kerek egész Békésváros nagy családja, és én nagyon jó egészséget és további jó munkát kívánok mindannyiótoknak. Köszönjük szépen a beszámolókat is, és
és remélem, hogy minimum ugyanolyan sikeres éven zárunk 2024-ben is, mint az előző években. Köszönjük szépen, hogy vagytok nekünk. Nincs további hozzászólás, így kérem szépen, hogy fogadjuk majd el. Minden nemzetiségi önkormányzat tájékoztatójáról külön-külön kell szavaznunk. És így kérdezem, hogy kérek mindenkit, hogy az első határozati javaslatot fogadjuk el. Tíz igennel elfogadásra került. Második határozati javaslat. Tíz igennel elfogadásra került. Harmadik határozati javaslat. Tíz igennel elfogadásra került. És a negyedik határozati javaslat. Tíz igennel elfogadásnak került. Köszönöm szépen. Hetedik napirendi pont. A polgármester 2023. évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása és a 2024. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása. Az előterjesztés tárgyalata az ügyrendi lakásügyi és közrendvédelmi bizottság is elfogadásra javasolja. Egy technikai hiba miatt a szabadság ütemezés lemaradt, melyet most kiosztottunk a képviselőtársaknak. Elnézést kérünk érte. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e esetleg még valami kérdés. Akkor kérem, fogadjuk el. Hát ez... Tíz igennel elfogadásra került. Nyolcadik napirendi pont beszámoló a testvértelepülésekkel történő kapcsolattartásról és a 2023. év jelentősebb eseményeiről. Tárgyalta a Humán Szociális Bizottság és elfogadásra javasolja a határozatot. Megadom a szót Mucsi András képviselő úrnak. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Nagyon fontos beszámolót tárgyal most a képviselőtestületünk. Először is szeretném megköszönni Hajdú Lívia kolléganőnknek a munkát, amit végzett ezen a téren. Nagyon fontos az, hogy amikor idejönnek, megfelelően legyenek fogadva, elszállásolva, az ajándékokról gondoskodnak, tehát mind Lívia, mind alpolgármester úr ezekre nagyon odafigyelnek, és ezért hálás vagyok, mert mindig szeretnek idejönni a testvértelepüléseink, ez nagyon fontos. Azt látnotok kell, és azt látom én is, hogy ez vezetőfüggő, ez a testvértelepülési kapcsolat. Ahol olyan a polgármester, úgy állnak hozzá, ott szorosabb a kapcsolat, Békéssel, ez Gyergyószent Miklós esetében ez különösen látható. Van, amikor jobban keresik velünk a kapcsolatot, van, amikor kevésbé. Most önkormányzati választás lesz Romániában is, és hát majd meglátjuk, hogy milyen összetételű önkormányzat, milyen vezetővel fog megválasztásra kerülni. Örülünk neki, hogy például Magyar Itta Béről Kerekes József polgármester úr mindig itt van, annak ellenére, hogy kevesen tudják róla, hogy Kerekes Józsi államtitkár. Mégpedig Románia mellett, ahol ugye időnként a magyar párt, kormánypárt szokott lenni, Szerbia az a párt, ahol a magyarok érdekképviselete, a VMS, az már évek óta tagja a kormánykoalíciónak, és így aztán Magyar Itta Bére is jelentős források érkeznek. Ennek nagyon örülök, hogy tényleg a kis falut rendbe tudták tenni. Mint nemzetiségi párt, a nagyobb kormánypárttal összefogva folyamatosan azok tudnak dolgozni, hogy a szerbiai magyar közösségnek javítsák az életfeltételeit, és Józsi, mint pénzügyi államtitkár, pénzügyminisztériumnak az államtitkára például rengeteget tesz azért, hogy a magyarság forrásokhoz jusson. Ez is csak egy adalék, és a testvértelepülésünknek a vezetője, úgyhogy én erről a helyről is jó egészséget kívánok neki, meg volt ugye a választás Szerbiában is, és a magyarokra számít a kormánypár továbbiakban is. Annak is örülök, hogy Magyar Itta Bén új református lelkész van, reménység szerint ezen a szálon is erősíteni tudjuk majd a békésiek és az elszámazottaknak, tehát a magyar itta bélyeknek a kapcsolatát, illetve a régi vágyom az volt, hogy a testvértelepülési kapcsolatokat társadalmasítsuk. És már évek óta megvalósult az, hogy Hegyköz Kovácsiból nem csak udvariassági delegáció jön Békésre, hanem tényleg a lakosság is magáinak érzi. Egy madzagfalvi napokra
második vagy harmadik éve jönnek úgy a kovácsiak, hogy beülnek 50-en, 60-an, 70-en a buszba, és itt főznek velünk, itt buriznak velünk. Azt gondolom, hogy ez a testvértelepülési kapcsolat. Tehát ez a jó irány, hogy társadalmasítani tudjuk, és úgy döntöttek a kovácsiak tavaly először, hogy ők nem a Balatonnál nyaralnak, hanem Békésen, Dánfokon, és egy hetet töltöttek el, ebben a teremben is jártak egyébként, megismerkedtek a várossal, bevitték őket a múzeumba, és ezen a nyáron is jönni fognak. Tehát ezt szeretném, hogyha ezt tudnánk erősíteni. Székelyföldben is rengeteg lehetőség van, oda-vissza menjünk kirándulni, erősítsük a nemzettársainkkal a kapcsolatot. Örülünk annak is, hogy Miszkó is van. Miszkó esetében, úgy mint teljes Lengyelországban, önkormányzati választásokat tartanak most tavasszal, úgyhogy majd meglátjuk. Ha a jelenlegi polgármester marad, ő azért garancia arra, hogy Békés fontos neki. Ha váltás lesz, akkor meglátjuk, hogy mennyire érzik ezt fontosnak, de olyan nincs, hogy a polgármester úr ne jöjjön el, azt hiszem, nem is tudom, hogy volt-e olyan madzagfalvi napok, hogy a lengyelek ne lettek volna. Covid alatt egyszer nem jöttek. Magukénak érzik ezt a testvértelepülési kapcsolatot. Jó lenne, hogyha a lengyelek is jönnének ide kirándulni, nyaralni, mi is tudnánk menni feléjük. Tehát ebbe az irányba szeretném, hogyha erősítenénk a testvértelepülési kapcsolatokat. Jó a protokolláris rész, de sokkal jobbnak látnám azt, hogy a családok szintjén megvalósuljon a testvériség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt gondolom, hogy igen, mindegyik testvértelepülésünkkel jó a viszony, olyannyira, hogy a protokollális dolgokon túl Kerekes államtitkár úr, alpolgármester urával együtt például tegnap itt volt Békésen, és egyeztettünk a továbbiakról, hogy milyen programokat tudunk majd együtt megvalósítani, és ez úgy nagyjából minden testvértelepülésünkre igaz, hogy nem csak a fotó kedvéért jönnek el Békésre, hanem tényleg a barátságért, meg a együtt gondolkodásért. Mindenkinek ajánlom bármelyik testvértelepülésünket, hogy látogassatok el oda, mert nagy élményben van része bárkinek, aki elmegy hozzájuk. Nincs kérdés, úgy kérem, szavazzunk. Tíz igennel elfogadásra kerül. 9. napirendi pont, iskolai körzethatárok véleményezése. Az előterjesztés tárgyalta a Humán Szociális Bizottság is elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Ez nem egy bonyolult döntés, hisz Békésvárosban egy állami fenntartású általános iskola működik, melynek jelenlegi felvétele körzete Békésváros teljes közigazgatási területe. Kérem, fogadjuk el az előterjesztést. Tíz igennel elfogadásra került. 10. napirendi pont, a Békési Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítása. Az előterjesztés tárgyalta az ügyrendi lakásügy és közvetvédelmi bizottság is elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A törzskönyvi nyilvántartás aktualizálása szükséges a kormányzati funkciók pontosítása miatt. Földesi képviselő. Bocsánat, én csak egy kérdést szeretnék feltenni, hogy tipikus önkormányzati feladatok miért kerülnek át a hivatalhoz, hogy miért jó ez nekünk? Például itt a közutak, hidak üzemeltetése, tehát hogy én ezt nem értettem, csak szeretném megkérdezni, mert indoklás nem volt benne. Lehetne valamit hallani erről, vagy hogy mi volt a fő indok? Köszönöm szépen. Osztályvezető asszony. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. A polgármesteri hivatal nyertes pályázatai miatt szükségesek ezek a kormányzati funkciók a könyveléshez, a toppos pályázatokhoz, amikor a polgármesteri hivatal részt vesz. Pénzügytechnika pályázat. Nagyon szép adminisztrációk vannak a pályázatoknál, csodálatosak. Csodálatos feltételekkel, új szabályrendszerekkel, amit néha nehéz lenyelni, de ha így, akkor így. Köszönöm szépen. Nincs további kérdés, kérem szavazzunk. Tíz igennel elfogadásra került.
11. napirendi pont, az OHU pályázatok benyújtása. Az előterjesztés tárgyalta a pénzügyi városfejlesztési bizottság és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Nem tudom mennyire ismert mindenki előtt, ugye, hogy vannak olyan uniós pályázatok, amelyek a határmenti megyék esetében szólnak. Így nekünk is lehetőségünk van olyan romániai partnerrel pályázatokat benyújtani, amelyek a határmenti megyéknek az együttműködését erősíti. Nagy Zerin település keresett meg bennünket két pályázat kapcsán, amely az egyik egy energetikai fejlesztést jelent a mi részünkről, a másik pedig egy szálláshely fejlesztés. Ugye eleve nagy szám az, hogy végre van olyan uniós pályázat, amiben egyáltalán föltűnik annak a lehetőség, hogy szálláshelyet lehet fejleszteni. Információink szerint nagyon nagy az érdeklődés a logus pályázatok iránt, bízunk benne, hogy azért mi is sikeresek tudunk lenni. Ehhez ugye szükséges 5% önerő, összesen a két pályázat kapcsán 1 millió euróról beszélünk, ennek az önerejét kérem, hogy szavazzuk meg most a képviselőtestület. És igen, az első határozati javaslat elfogadásáról szavazzunk. 10 igennel elfogadásra került, második határozati javaslat. 10 igennel elfogadásra került. 12. napirendi pont, Békés Istérségi Társulás optikai hálózatának értékesítése. Az előterjesztés tárgyát a Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A Kistérségi Társulás a novemberi ülésén döntött a pályázati eljárás lefolytatása után a hálózat értékesítéséről, ehhez szükséges a települések hozzájárulása is. Földesi képviselő úr. Köszönöm a szót. Ugye ez már régóta téma, hogy ezt az optikai hálózatot értékesítjük. Azt szeretném igazából megkérdezni, hogy Békés városa, ugye ebbe a kistérségi társulásba több település van benne. Mekkora részt hasít ki belőle, hogyha ezen az összegen eladjuk, és, vagy értékesítjük, és a 24-es költségvetésbe ez belekerül, vagy hova kerül ez a pénzösszeg? Köszönöm. Tehát nagyjából, a pontos számot nem mondom meg, de nagyjából az egy harmada, mert Békés Mezőberény a két legnagyobb, és a többiek pedig a maradékon osztoznak. Tehát nagyságrendileg egy harmadnyi összeggel, ez természetesen bekerül az idei költségvetésbe. A kistérségi társulásnak így most az majd egy következő döntés lesz, ha ennek az egész folyamata lezajlik. Meglátjuk, mert most per pillanat kiürül a feladata, hiszen eddig a hálózat üzemeltetés volt az elsődleges, sőt, manapság már az egyetlen feladata. Tehát ez egy eldöntendő kérdés lesz majd. Igen, abszolút. Tehát most erről nincs szó, hogy a kistérségi társulás megszűnik, vagy feloszlik, vagy bármi. Most per pillanat csak a hálózatról beszélünk. Köszönöm szépen. Akkor kérem, szavazzunk. 10 igennel elfogadásra került. 13. napirendi pont, Csabay utca 18 szám alatt ingatlan értékesítése. Az előterjesztés tárgyalt a Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja a határozati javaslaton. A szeptemberi ülésen fejezte ki a képviselőtestület a szándékát az értékesítésről. Sikeresen pályázott a kisgazdakört, ezért lehetősége nyílt az ingatlan pályázati forrásból történő megvásárlásra. Megadom a szót Mutyi András képviselő úrnak. Én azt látom, hogy Békésen volt olyan időszak, amikor több mint 100 aktív civil szervezet volt. Az aktív civil szervezetek száma az egyébként manapság már jóval kisebb, de örülünk annak, hogy vannak olyan szervezetek, egyesületek, amelyek nem sorvadoznak, hanem nőnek. És én magam is részt vettem többször a kisgazdakörnek a rendezvényén, és hála Istennek egy olyan aktív közösségi élet folyik, hogy kinőtték a Csabay utca 18-at, és jelezték azt, hogy szeretnének ott bővíteni, helyiséget hozzáépíteni, de nyilván, hogyha nincs a tulajdonukban maga az ingatlan, akkor nem tudnak vele mit kezdeni, mert hogy ugye mi vagyunk a tulajdonosok. Én magam részéről ennek örülök, hogy
a kisgazdáknak megoldódik a reménység szerint véglegesen az ingatlan kérdése. Ez a 20. századnak egy elég szaggatott és hát nehéz története a kisgazda székház, és erre most egy pontos vesző kerül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, talán annyit hozzátennék, hogy gondolom sokunk előtt ismert, hogy az épületnek a front szakasza az lebontásnak került, amelyen a kisgazdakő gondolkodik, hogy hogyan és milyen formában lehetne helyreállítani. Hát, ha sikerül majd az elkövetkező, reméljük nem 100 évben erre pontot tenni. És ha és amennyiben, de remélem megszavazza a képviselőtestet, úgy szeretném tolmácsolni Talkovács elnök úr, a kisgazdakő elnökének a köszönetét is, hogy a képviselőtestület támogatni fogja reményeim szerint a mostani döntést. Nincs kérdés, akkor kérem szavazzunk róla. Tíz igennel elfogadásnak kerül, és akkor tolmácsolom Talkovács elnök úr köszönetét a képviselőtestület minden tagjának. 14. napirendi pont, ingatlan értékesítéshez kapcsolódó döntések. Az előterjesztés tárgyalta a Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság, és elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat. A két határozati javaslatról külön szavazást rendelek el. Megadom a szót Földesi Mihály képviselő úrnak. Köszönöm a szót. Én csak kérdeznék, hogy jól értelmezem-e, hogy amit korábban értékesítettünk ennek a cégnek, azt most visszaveszi az önkormányzat. Az illetéket ki fogja fizetni? Hát ez lenne az egyik kérdésem. A másik pedig az, amit most átadunk, az nem ipari terület? Nem. Nem arról volt szó, hogy ott lesz kialakítva infrastruktúrálisan elláttuk azt a részt? Bocsánat, nem. Oké, válaszolok. Az első kérdésre az illeték az mindig a vásárlófélnek, az én tudomásom szerint, de nézek a kollégákra is, hogy ez így van. A második ugye, ez nem a börtönnek a területe. Ez egy elrébb van. Hát úgy tudom elmondani neked, képviselő, hogy mielőtt befordulsz a csoki gyárhoz, jobbra elnézel, ott van egy nagyon gazos, fűes, ilyen bozótos terület. Kutyatréning terület volt régebben. Tehát nem, a 8 hektáros földet nem, az a miénk, és azt nem. Megadom a szót Mucsi András képviselő úrnak. Ez a terület, ez van a BKS-nek az ingatlana, meg van aztán mázsaház volt, vagy nem tudom mi volt ott a sarkon, és ugye a között van ez. Arra felhívom a figyelmeteket, nagyon kevesen tudják, hogy ott a BKS telep mellett van egy gazos terület, benőve fákkal, az egy temető. Mégpedig az a neve, hogy a hitehagyottak temetője, mert a 19. században volt egy olyan szokás, hogy azok, akik kiléptek az egyházakból, azoknak nem engedték az egyházak, hogy egyházi földbe temetkezzenek, és ott a város létesített egy olyan parcellát, ahol sírok vannak. Egy pár éve ezt kitakarítottuk, és hát jó lenne megint azt úgy rendbe rakni, mert mégiscsak egy kegyeleti terület, az a neve, hogy hitehagyottak temetője. Nagyon kevesen tudják, mert hogy nem látszanak sírkövek, mert teljesen benőtte a bozót, és én az értelmezésem szerint ez az amelletti terület, tehát itt a fotók alapján. Sok éven keresztül kutyákat hordtak ki így futtatni, meg ilyen akadályugrás, egy ilyen kiképzés volt az út mellett, és ott van egy magántulajdonú ház is emellett a terület mellett, úgyhogy erről van szó. Az, amit képviselő úr kérdez, ugye, amit közművesítettünk és ipari területnek minősítettünk, az ugye jóval beljebb van a csoki gyárral szemben. Igen. Tehát ez gyakorlatilag egy út melletti füves, gazos terület. Földesi képviselő úr. Én azért még mindig kérdeznék, tehát gyakorlatilag, amikor néhány hónappal ezelőtt értékesítettük a ZRT-nek azt a területet, megnézte, megfelelt neki, elfogadta. Miért bukunk? Tehát miért akarjuk mi az illetéket kifizetni? Tehát, hogyha ő úgy dönt, hogy visszalép, és az önkormányzat ebben partner, hogy vegyük vissza, én ezt el tudom fogadni, de ne bukjunk már rajta. Hát fizesse már ki. Hát, hogyha ő megnézte azt a területet, és gondolom méréseket hajtott végre, stb., elfogadta.
odaadtuk neki. Kifizette az összeget, a vételárat, most mégis úgy döntött, hogy nem tudom milyen kerítés miatt ő vissza szeretné ezt vissza szeretne lépni, lépjen vissza, semmi gond, de ebből az önkormányzatnak legyen már kára. Én úgy gondolom, hogy nem lesz kára. Fizesse ki teljes mértékben, és ezek után vegye meg az általa meghatározott három területet. Én nem mondom, hogy nem lehetne esetleg többet kérni érte, de jó van. De ne bukjunk már azon. Tehát az illeték, valakinek az fizetni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm. Közben a kollégák itt segítenek, hogy önkormányzatnak illetékmentes a vásárlás. Itt most ezt kaptam. És attól függetlenül, bármi is történik, ez úgy gondolom, hogy semmiképpen nem veszteség az önkormányzatnak. Az, hogy az a terület valamikor a 90-es években egy jó, majdnem 2000 négyzetmétert az akkor ingatlan tulajdonos arrébb lakta a kerítését, és most egy óriási betonmonstrum áll a közepén. Ez ugye akkor derült ki, amikor az ingatlan átadás átvétele elkezdődött. Akkor a mostani ingatlan tulajdonos, aki ott van a mi földünkön, elkezdtük az egyeztetést, jelenleg még ezzel nem zártuk le ezt a tárgyalás sorozatot, viszont a cég pedig szeretné megvalósítani azt a fejlesztést, amit ugye ő elképzelt. Innestől kezdve ez minimum 10 évre egy stabil iparűzési adóbevételünk, jól látható stabil iparűzési adóbevételünk lesz. Tehát én nem gondolom, hogy ez bármilyen szinten is veszteség lenne az önkormányzatnak. Ha meg még illetéket sem fizetünk, akkor meg különösen. Köszönöm szépen. Tehát két határozati javaslat van. Az elsőről szavazunk először. Kérem, szavazzunk. Nyolc igen, kettő nemmel elfogadásra került. Második határozati javaslat. Nyolc igen, kettő nemmel elfogadásra került. 15. napi rendi pont. Békés önkormányzati tűzoltóság kölcsönszerződés módosítása. Az előterjesztés tárgyalta a Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Ezzel kapcsolatban kérdezem képviselőtársaimat. Nincs kérdés, úgy kérem szavazzunk. Tíz igennel elfogadásra került. 16. napi rendi pont, Békés Turisztikai Kft. Kölcsönszerződés módosítása. Az előterjesztés tárgyalata a Pénzügyi Városfejlesztési Bizottság és elfogadásra javasolja. Földesi képviselő úr. Én nem értem ezt a napi rendi pontot. Azért nem értem, mert amikor a béremelések voltak az ügyvezető, cégvezetők részére, akkor Tarkovács, ő most a Pista a felügyelőbizottságnak az elnöke? Nem, csak tagja. Mindegy, ő azt nyilatkozta a bizottsági ülésen, hogy minden rendben van a pénzügyi területen, stabilan áll a Kft., nincs vele semmi probléma, bőven ki tudja gazdálkodni a béremelés, ne aggódjunk rajta. Oké, eltelik két hónap, és itt van, hogy nem tudja kifizetni azt, amit vállalt december 31-ig. Már 2023. december 31-ig. Akkor mi a gond? Miközben menet közben ugye megkezdődött az erdőnek a ritkítása, értékesítése, ebből külön pénz származik, ami ott föl van tüntetve, pályázati pénzeket is kapott hozzá, amit az indoklásban feltüntetett az ügyvezető igazgató úr. Nem értem Isten igazából, hogy mi okoz gondot a visszafizetésnél. Tehát valami akkor még sincs rendben. Most jelenleg ugye köszönöm szépen. Ugye rendkívüli kiadások voltak eleve a 23-as évben, ettől függetlenül a tábor egy jó évet zár, főleg az előző évekre visszatekintve. Viszont van egy olyan szálláshely fejlesztés, vagy egy szálláshely minősítési procedúra, amit előbb-utóbb meg kell ejtenünk, az országban minden szálláshelynek meg kell ejtenie, ami meglehetősen komoly szabályokat takar, és ezért kell arra is erő és pénzügyi tartalék is, hogy ezt meg tudjuk tenni, különben nem kap minősítés támfok, és akkor nem fogadhatunk vendégeket. Köszönöm szépen.
Kérem szépen, akkor szavazzunk. Ja. 8 igen, 2 nem elfogadásra került. 17. napi rendi pont, interpelláció bejelentések. Mucsi András képviselő. Tisztelt képviselő testület! Először is szeretném megköszönni a BKS Kft.-nek azt a munkát, amit végeztetek a választókerületembe. Kisebb-nagyobb fejlesztések, javítások, azok mindig megtörténtek, és köszönöm a rugalmasságot, hogy segítettetek. Viszont olyan kérésem lenne, hogy a Jandjik utca 33-ba életköltözött, hála Istennek a Jandjik utca óvodának megoldódott a hasznosítása, úgyhogy a németek beleköltöztek, és elég sok mindent szerveznek. Hála Istennek mindig ott áll az autó, nem egy autó az ingatlan előtt, mert hogy programok vannak, összejönnek, szépítik, csinosítják, berendeztek ott egy kis kiállítást, viszont továbbra is probléma, ami nem önkormányzati ügy, mert ugye itt vannak a Német Nemzetiség Önkormányzat képviselői, nekik is jelezném, hogy sajnos mi nem tudjuk megoldani a világításnak a dolgát. Én magam is többször bejelentettem, hogy ott valaki szétcsúszlista vagy tönkrevágta a közvilágítást. Jeleztük a szolgáltató fele, decemberben ki is szálltak, aztán, hogy ebből miért nem lett valami, azt nem tudom. De jó lenne, ha megoldanánk ezt valamilyen módon, mert mivel rengeteg rendezvény van ilyen téli időszakban, amikor érkeznek, már tök sötét van, amikor hazamennek, tök sötét van, tehát ez probléma, illetve az udvarban meg rengeteg parkolóhely van, de hála Istennek olyan sokan jönnek, hogy az udvar is kicsi nekik az autóparkoláshoz, és az ingatlan előtt is parkolnak. Ha megoldható az, hogy ott segítsünk a parkolási gondoknak az enyhítésében, akkor azt igen megköszönném. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Földesi Mihály képviselő úr. Én is köszönöm szépen a BKS-nek a munkáját. A Veres Péter téren ugye két területen is megoldották a problémát. Az egyik ugye a játszótér és a Köves út közötti betonoszlop kicserélésre került, sőt megerősítésre került olyan szinten, hogy az megint csak erőhatására törhet el. Úgyhogy köszönöm szépen, ez az oldal megtörtént. Megtörtént az is ott hátul, amit beszéltünk, le lett vezetve a víz, ugyan a szemét tárolókhoz még mindig nehéz bemenni, mert hogyha esik az eső, akkor ott megáll, azt a részét is ott meg kellene valahogy mozgatni, de a gépi mozdítás az megtörtént, ami az árok mélyítését jelentette, és az árokban, ha oda kerülne a víz, akkor le is tudna folyni. Ez lenne igazából, amit meg kellene oldani. Az interpellációnál annyit szeretnék még itt elmondani, hogy novemberben beszéltünk róla, a bányagödörrel kapcsolatosan, hogy a töltés hova került, és arra nem igazán kaptam választ, interpellációs választ, pedig ígérték, hogy majd erre előbb-utóbb kapok valamiféle választ, hogy a töltésnek az ára hova lett befizetve, illetve annyi azért kiderült, hogy ezeknek a töltéseknek a elhordásáról a bányaigazgatóság nem tud Szolnokon. Ezért szeretném igazából újra feltenni akkor a kérdést, hogy mi történt ezzel. Kettő, ugye arról volt szó, hogy az ott lévő bányagödör az értékesítésre került. Na most a mai napig nem jegyezték be, és a földhivatalnál azt mondják, hogy nem lehet bejegyezni, mert C részletet, tehát rossz volt az előterjesztés, C részletet nem lehet így értékesíteni. Hogy akkor ezzel kapcsolatban is szeretnék már valamiféle választ látni, mert közben ugye küldtek olyan, most nem tudom, itt megmutatni, mert nem hoztam épp a táblagépemet, de meg tudom mutatni, hogy érkezett november végével egy magasabb vételi ajánlat, mint amiről döntöttünk, mint képviselőtestület, és ha nincs értékesítve, akkor pedig kezdődjék már meg a licit, hogyha ennyien érdeklődnének, mert ezzel csak az önkormányzat jobban jár. Jó, köszönöm szépen. A Pacsirta utcán szeretném még, ez az utolsó, a kátyúknak a megoldását, mert nehezen tudnak közlekedni az arra lakók.
Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdésed első felére szerintem volt válasz az előző testületi ülésen, itt. Tehát nem írásban, hanem a polgármester úr is válaszol, de előkeressük majd. Oké, a többit pedig majd következő ülésre. Jelenlegi képviselő úr. Készültem most interpellációval, csak egy kérdésre nem kaptam én sem választ a Puskaporossal kapcsolatban. Csak azért szólok, nem vagyok egyébként türelmetlen, csak decemberben megint volt egy kis eső, és a Kossuth utca megint elesett egy fél napra. Köszönöm. Én erre is azt gondolom, hogy itt megválaszolásnak kerül, de elő fogjuk szenni a jegyzőkönyvet. Rendben. Köszönöm szépen. További interpelláció bejelentés észrevétel nincs, így arra szeretném fölhívni képviselőtársak a figyelmeteket, hogy a vagyonnyilatkozatok leadása január 31-es határidővel nagyon közeledik. Aki még nem tette meg, kérem pótolja. A következő képviselő testületi ülés időpontja február 22, 8 óra 30 perc a tervezett időpont, értelemszerűen előtte pedig kedden a bizottsági ülések. És február 1-től életben lépte a beléptető rendszer, a jövő hét folyamán majd a kollégáktól át lehet venni az ehhez szükséges kártyákat, majd fognak benneteket keresni, de ha erre jártok, ti is keressétek őket. Köszönöm szépen! Mivel több tárgyalandó napirendi pont nincs, ezért az ülést bezárom.